Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere kiemelte, hogy ezen a területen működött, a méltán híres cukorgyár, aminek lebontása után immár új funkciót fog betölteni. A projekt egyik eleme volt egy 2400 négyzetméteres csarnok építése, kamionparkoló kialakítása, az úthálózat kialakítása, valamint az egykori kazánház épületének a felújítása. A Nestlé külön csarnok építésébe kezdett az önkormányzattal megvásárolt területen, ami a cég további fejlődését mutatja. Halász Tamás bemutatta az épülő cukrászdát és látványmanufaktúrát. Az építkezés folyamatos, a létesítmény funkcióit tekintve bisztró, cukrászda és sütőtér is helyet kapott, plusz szolgáltatásként drive ablak is része lesz az épület komplexumnak. Parkolókat és elektromos autók töltöttségét szolgáló állomásokat is létesítenek. Üvegfalon keresztül a cukrászati termékek készítését is láthatják a vendégek, hangsúlyozta Halász Tamás. Nyíri Tibor megjegyezte, hogy a cukorgyár volt irodaházának felújítását is tervezik, és a szakképzés szolgálatába szeretnék állítani az épületet, ami szorosan kapcsolódik az édességgyártáshoz. A város polgármestere kiemelte, hogy a néhai konferenciáma valósulhat meg ezzel a beruházással, hiszen szerette volna, hogy ez a terület újjáé legyen. Hát én úgy gondolom, mivel ez a volt cukorgyár területén van mindent, mert nem hinném, hogy van olyan szerencsi, legyen az a legfiatalabb, aki még ezt észre fel tudja fogni, vagy a legidősebb, akinek a volt cukorgyár és annak a területe nem a szíve közepébe lenne. Gyakorlatilag itt ennek a területnek a újraéledését, a Hanvaiból való feléledést látjuk, hogy hogyan tovább, amit azt hiszem, hogy igen hosszú éveken keresztül kell dolgozni, és kell még dolgozni, hogy bár a cukorgyárat 8 hónap alatt felépítették, de az senki nem mondja, hogy az oda vezető folyamat, hogy keresték a helyét, az egy hosszabb folyamat volt. És gyakorlatilag ezzel egy fontos állomás történt, hogy a infrastruktúrában tudjuk azt mondani, hogy jöjjenek ide vállalkozások, települjenek ide, és ha nem is cukorgyártás, de valami hasonló történjen ezen a területen. Ugye amikor jó néhány évvel ezelőtt közösen nyilván az akkori képviselő úrnak meg kell köszönni, mint hogy itt is megköszöntük Koncz Ferencnek, nyilván mindaz, aki dolgozott utána a kedves leánya, és mindannyian a szakképzési központ, a Nestlé Hungária, Szerencsváros, a Bonbon Kft. És a Halász Kft. Is Halász Tamás személyében úgy gondolta, hogy közösen kell tenni. Menet közben érkezett egy pályázat, amiben a volt irodaházat meg tudtuk vásárolni, így mint minden itt is kettős cél fogunk elérni. Egyrészt nem pusztul tovább a terület, hanem tovább épül, másrészt hasznos funkciót igyekszünk adni neki. Arra elnyert pályázat van, ami remélhetőleg, ha jövő ilyenkor itt állunk, és ott állunk a területnek azon a végén, akkor már az az épület is megújult. Mi ebbe hiszünk, és azért dolgozunk reggeltől estig, hogy az megvalósuljon, mint ahogy ebbe is rendkívül sok munka van a imént említett személyeknek is, és nekünk is, munkatársainknak is, kivitelezőknek is. Noszek Péter, a Nestlé Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette, hogy területet vásároltak, ahol fejleszteni szeretnék a gyárat. Az egyik legfontosabb céljuk, hogy 2050-re a Nestlé karbonsemleges legyen. Terveik között szerepel egy napelempark építése, illetve reményét fejezte ki a felé, hogy egyszer hozzá tudnak csatlakozni a vasúthoz, és azon keresztül valósulna meg a szállítás. Fontosnak vélte megemlíteni, hogy jövőre lesz 100 éves a gyár. Reményeik szerint tavasz körül a kamionok már az ipari park területén fognak várakozni. Több beruházás is zajlik, folyamatosan javítjuk és változtatjuk a technológiát, leginkább azért, mert szeretnénk a karbonsemlegesség felé lépéseket tenni. Másrészt pedig vásároltunk területeket a gyár mellett, egyrészt azért, mert szeretnénk ott is fenntarthatósági beruházásokat tenni, illetve a kamionforgalmat is szeretnénk egy kicsit a város javára elmozdítani, hogy ne a városban járjanak a kamionok, hanem ami jön a gyárba, akár az alapcsomagolóanyagokkal, akár pedig a késztermékekkel ki a gyárból, ezeket egy kicsit olyan területre irányítani, ami nem zavarja a városlakókat.
Az egyik projektünk, amin dolgozunk, az egy napelemparknak a létesítése. Ezt egyébként a svájci központunkkal is jelenleg egyeztetjük, illetve szeretnénk a kormánnyal is ezzel kapcsolatban valamilyen módon közösen dolgozni. Másrészt pedig, ami a kamion parkolót illeti, hát ennek igazából a mi igényeink szerint már el kellett volna készülnie. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban ez is befejeződik. Kun András a Nestlé Szerencs gyárának képviseletében elmondta, hogy úthálózatot is kialakítanak, ami kapcsolódik az ipari parkhoz is, várhatóan jövő év április végén elkészülnek a munkákkal. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. Alapító igazgatója kiemelte, hogy a feladatuk, hogy erősíteniük kell Zemplint és Szerencset. Ismertette a cég történetét és kiemelte, hogy a Bonbon Kft. Próbálta megmenteni a szerencsi csokoládégyártást. Háláját fejezte ki a Nestlének, hogy partnerek voltak és segítették a cégük működését. Kon Zsófia miniszter helyettes országgyűlési képviselő elmondta, hogy ez a projekt a városnak a hosszú távú terveit vetíti előre. Kiemelte, hogy édesapja álma volt, hogy a terület továbbfejlődjön, és ő személy szerint a terveit szeretné folytatni és befejezni. Koncz Ferenc hitt abba, hogy ha jön egy befektető, akkor majd érkezik a többi is. Koncz Zsófia fontosnak nevezte a munkahelyek kialakítását és az oktatás bővítését. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog. Igazából még édesapámnak volt fontos terve az, hogy ez a beruházás megvalósuljon egyszer. És ez több szempontból is azt gondolom, hogy egyrészt különleges terület a szerencsiek életében, és egy fontos üzenet lehet a jövőben, hogy ez az ipari terület, ez a jövőben majd még több fejlesztésen, illetve hát a reményeink szerint ide települő cégeknek adhat majd otthont. Ugye itt alapvetően az volt az elképzelés, hogyha ezt ilyen a nagy képet próbáljuk megnézni, hogy szerencsén tényleg legyen egyrészt jó infrastruktúra. Most ezen folyamatosan dolgozunk. Ugye ezt szolgálja a 37-es útnak a 2x2 sávos bővítése. Igazából ez is egy olyan dolog, amiért édesapám nagyon-nagyon sokat küzdött. Ehhez kapcsolódott ez az ipari terület is. Úgy gondolta mindig, hogy ha majd jön egy beruházás, akkor majd jön a többi is. És ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy egy ilyen nagy volumenű ipari park fejlesztés megvalósult, illetve hát van még része, ami folyamatban van. És a másik, vagyis a harmadik dolog, ami nagyon fontos ilyenkor, az oktatás szakképzés kérdése. Alapvetően az is egy fontos terv volt, hogy megfelelő legyen a szakképzés. Nagyon fontos üzenet szerintem az egész térségen belül, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrum nyilván a nevéből is adódik, hogy szerencsen van, és gyakorlatilag a szakképzés átalakításával, ami 2 éve történt, egy teljesen új lehetőséget kapott a szakképzés, és a duális képzéssel a vállalatokkal egy nagyon-nagyon szoros együttműködést alakítanak ki. Szóval az a helyzet, hogy az infrastruktúra, a munkahelyteremtés, a szakképzés, az oktatás úgy általában mind-mind hozzájárul ahhoz, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben még inkább hozzá fog járulni ahhoz, hogy a szerencsieknek, meg az itt élőknek ez egy nagyon fontos és jelentős beruházást legyen, ez a sok minden egymásra épüljön majd a jövőben. A jelenlévők a bejárás végén fotókat tekinthettek meg a cukorgyár területéről, amelyek a múltat elevenítették fel, és a jelenlegi állapotokat mutatták be. A résztvevőknek forró teával, kávéval és süteménnyel kedveskedett Szerencsváros önkormányzata.